Folytatva ugyan a bogárírtás. Visszatértem korábbi pályákra, 50x50, 40x40, mindegyik korábbi pálya maxolva, úgy ahogy ez kell, úgyhogy folytatjuk a Dexter PSP-re megjelent külön kis játékát, ami a Jak and Dexter The Precursor Legacy és a Jak 2 között játszódik, úgyhogy jó szórakozást kívánok. Megérkeztünk a következő helyszínre, ahol itt volt látható ez az arany jelölés, és akkor bejöttünk a City Streets, még mindig kint vagyunk, akkor úgy tűnik az utcákon. Na itt a portál, ez volt a Precursor Legacy-ba, ezt beugorjunk be, nézzük meg mi újság, eljutunk az, hoppá, bánya, a bánya, lép be a Strip Mine szintre, jó, bánya, bánya, ez jó volt. We were just about to hit the mother load when these bugs showed up. Jöttek a bogarak. Kristályok. Hogyha merjük, akkor visszahozhatjuk a 8 darab Echo kristályt. Na hozzuk vissza, 8 darabot kell, plusz a Strip Mine című pályából 50 darab tojás és 30 darab drágakő van itt. Ez a 30 darab ugye drágakő, ez azt jelenti, hogy azok a bogarakból származnak, tehát 8 darab bogár van akkor ezek szerint, vagy 8 darab, a 8 darab az a kristály, a 30 darab az az, ami a bogarak legyőzését illeti, ez 30 darabot jelent akkor számunkra, hát győztünk le már ennyit körülbelül, úgyhogy ez menni fog ezek után is, én azt mondom. Nézzük az első felmászást itt, illetve két irányba lehet haladni, ha jól veszem észre itt, hogy balra és jobbra is. Úgyhogy majd szétnézünk, vagyunk itt szélen egyenlőtt, ez mi újság. Jó, fel kellett ugye kicsit úgy ugorni, mert amikor így mászunk, akkor nem valami nagy a felvétel. Mondjuk most jó messziről felvette, de voltak már olyan lehetőségek, hogy nézve milyen közel vagyok tőle, átmegyek rajta és alig-alig érzi, hogy már nekimentem és felvenném. Oda meg a felugrás, felmászás nem úgy ment, ahogy én éreztem, akkor nem megyünk oda, majd visszafelé, mert szerintem ez majd vissza kell menni ugye a kristályokkal a bányászbátyához, úgyhogy szerintem majd úgyis visszajövünk, ez az én megérzésem. Na itt egy kicsit megöntözzük a permettel, és utána elkérjük azt az életpontot is, meg ezeket a dolgokat. Van itt egy zsákutca volt, úgyhogy ez rendben. Ebbe, aha, ez az, amit ugye észre kell venni, hogy mi az, amit szét lehet ütni. És hogyha tudjuk, hogy mi az, amit szét lehet ütni, azt üssük is szét, és reménykedjünk, hogy van benne valami, mert ez az, ami még szokott lenni a pályákon, ahogy visszatéregettem korábbiakra, hogy szét lehet ütni valamit. Na akkor most már a kapaszkodás után szépen feljött, és nem pedig leugrott úgy, mint az elő... Hoppá, látod, ebbe is itt van. Na jó, most jönnek pont ezek az ellenfelek. Ezek elég kellemetlen ilyen köpködősök, elbújnak, előjönnek, köpnek, csípnek, marnak, várja. Így mi? Az jó. Az eltűnt, de nem is onnan jött föl, ahonnan kell. Egy életpontot felveszek, egy kristályt is felveszek. Hát ez a Crash Bandicootból jött ez a lila kristály. A Dr. Neo Cortexet várjuk a rendelőbe, gondolom. És jó, akkor itt legyőztünk egyet. A kérdés még, hogy van-e még ilyen bogár, mert ugye ezek el tudnak bújni, és hogy előjöjjön mindegyik. Hát azt hiszem elég távol kell menni, és akkor előjönnek. Minden esetre ez az aréna, ez a szoba itt így kész, én úgy érzem, felveszik a kis töltőt, hadd legyen egy kis szufla ebbe a permetelőbe, és akkor utána pedig szépen le, ez lenne itt, szerintem ez nem itt a hivatalos leugró, de le lehet ide is így ugrani. Én azt mondom, hogy itt is le lehet ugorni hozzá, ebbe valami, egy kis élet, oda lent ugye szerintem ki kell repülni, az Dark Eco, az a lilás. Akkor vigyázzunk, Dexter, ne egy átváltozzon megint a Dark Eco-val valahova. Itt egy kapcsolónak érződik ez a gomb, ami beindította itt az egyik fúrót. És ahogy itt így fúrogat, hát majd azzal kell lesz feljutni, majd megnézni. Látod, milyen közel voltam? És mégse kapta el?
Figyeld, megint milyen jó kis közel megyek. És... Hó, hát ez az. Ezt most nem mondom a saját hibámnak, mert hogy tényleg azért szerintem elég közel mentem ahhoz, hogy azt megszerezzem. Nem baj, visszatekertem. Ez jó ezekbe a portokba, hogy van ilyen visszatekerés funkció. Ennek én örülök. Itt is egy kristály. Oda, hát nem tudom, hogy felkapaszkodás valahogy az működhet. De ezek az ellenfelek a legidegesítőbbek, mert ők találnak el a legtöbbször. Az nincs valami blokk, tehát valami hárítás képesség nincsen, amivel ugye ezeket a lövéseket, amiket ő indít felénk, azokat ugye vissza tudnánk hárítani, illetve nem nagyon lokkol rá Dexter, ahogy úgy támadjuk. Na akkor próbálkozás a tojásért, visszaforduló, ott kellett volna még a visszafordulásnál valahogy kitartani, vagy gyorsabban visszafordulni, vagy még egyszer. Hát ott az fura volt, mert fel tudjuk venni. Visszafordulok, gyere. Hát nem hagyja egyszerűen. Oké, éppen, hogy sikerült belekapaszkodnia. Jó, ezt az ellenfelet is legyőzzük. Ugye kellenek ezek az arany drágakövek. És akkor azt mondom, ez itt ennyi volt. Vissza megyek itt, megnézem, hogy ez tényleg az az útvonal volt-e, amire gondoltam. Aha, csak itt is vannak ellenfelek még. Jó, akkor ezeket legyőzzük, mert szerintem ezzel így körbejártam itt a terepet, már csak idézőjelesen az emelet hiányzik. Még mert ha jól gondolom, itt van a bányászunk, meg a portálunk, ahol kezdtük ezt a felfedezést. Most már akkor valahogy arra kell nekünk feljutni, vagy felkapaszkodni, mert ugye ezt beindítottuk, ezt a mozgást. Ezzel kell valamit. Hoppá, várjál. Itt ezek kinyílottak, úgy tűnik itt kinyílott. Ezek szerintem nem voltak elérhetőek. Na lássuk itt mennyire... Ja, itt van. Várjál vissza. Jó, érdekes mozdulatokat mutat nekünk. És akkor jussunk be. Ott meg a kristály. Ez a lila kristály. Ez bizony. Crash Bandicoot. Nincs mese, ez Crash Bandicoot. És itt hogy vannak a... Várj, a csúszásnál nincsenek gyűjteni valók, és visszakerültünk ide. Habár még mindig csak 4/8, úgyhogy mászunk fel, és akkor... De várjál! Téged már... Látod, erről beszélek, hogy ezek elbújnak, előjön vagy nem jön, hol van, legyőzném, fú. Most bemegyek itt a másik mozgóba, erre rá lehet kapaszkodni, nem? Ezen is úgy tűnik, hogy egy ilyen, az a forgás, itt belül érdekes ez a forgás, nem pedig kívülről. Jönnek akkor a platformok, amiken végig kell nekünk ugrálni, és akkor... A kettő között ugye le lehet esni, szóval azt vegyük figyelembe, és ugye szembe pedig ott a idézőjeles kiárat itt van. De ezzel csak ugye tovább jutottunk, oda fent van egy tojás, itt vissza egy tojás, nincs. Ebbe van-e benne egy élettöltés, az is jó mondjuk. Oké, akkor innen szerintem ezzel tojás megszerezve. Kristály, gyere, megszerezve, azt ott, hát vagy alatt átbújok, vagy meg kell állítani. Azt mondom, hogy először ebbe az irányba nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Itt vannak ezek a kis tűzcsóvák, hogyha ezeken keresztül repülünk, akkor ugye fentebb lök minket ez az egész permetelés. Jó. Megint tovább a repüléssel? Hadd nézzek szét, ott látok tojásokat a messzeségbe, oda kellene esetleg átjutni, lehetséges, hogy az lesz, ott pedig akkor, hát, vagy ez a... nem, de várjál, igen, a tetejére, lehet inkább a tetejére, nézzük meg a tetejét, hogy el tudok érni, el tudtam, és a forgás és a mozgás itt van, de akkor most meg kellene próbálkozni azzal, hogy itt elérjük a tojásokat, mert ugye itt, ha keresztül megyünk kívül, akkor az a felső helyszín lesz, ahol mi, de plusz ott van egy, de várjál már, olyan messzire nem bírja ki? A zöld cokmog meg, ott van pedig valami, azt a mindenit, ez a jó kis hely ez. Ez jó ez a pálya.
Mégis lehetséges volt, és kaptam egy ketrecet, szóval ez a ketrec is megvan, most pedig mászunk vissza oda a felülre, igaz? Úgyhogy hát ja, akkor ez lesz benne a hosszú ezen a pályán. Hát akkor meg gondolom felszedjük akkor ezeket így egyesével meg vissza le, vagy hát igen. Akkor megint mászok föl, a másik oldalt is megszerzem. Akkor ebbe az irányba nézek le, hogy itt mi van. Aha, itt is vannak még bogarak. Jó, akkor azokat legyőzzük. Van egy ilyen nagyobb, van egy kristály is. A kristály a fő cél, tehát ahogy az előző részben is, most is az a cél, hogy a fő sztoriét fősztorival haladjunk, azt tapasztaljuk, megjátsszuk végig, és akkor visszatéregettek az ilyen elbújt, elrejtett, sosem lehet elég, 250 orbot összeszedtem az ilyen eldugott helyekre, illetve hát az ilyen rejtett dolgokra én visszatéregetek, amiket útmutatóval lehet megtalálni, vagy a figyelmemet elkerülte, tehát azokra én visszatérek szépen. Jó, van itt még egy kis útvonal ezek szerint, úgyhogy ezt ha használjuk ki az előrejutáshoz. Hát ez nagyon felküldött. Hey, hát de az mi volt most? Az engem lehet, hogy itt nem kell használni azt a tüzest. Lehet, hogy itt az a csavar benne, hogy azt a tüzest ne használjuk. Ja, és ez volt az a... Ja, jó. Jó, akkor így lehetett bejönni. Az ott egy csapda. Itt, ha leesünk, az egy csapda, nem? Ez az egész egy csapda, nem? Nézzem, ez egy csapda, hogy ide leessünk, ez egy csapda, hájon meg a nász nép! Hát ez most mi akar itt lenni akkor? Ez egy csapda az egész, hogy oda bejöjjünk, annak semmi értelme nem volt. De még két kristályától még hiányzik, és arról most nincs infóm, hogy mondjuk merre lehetne. Arról nincs infó. Ja, hogy várjál, itt a tüzesnél, itt ebbe az irányba mi újság? Tűz, ebben az irányból a tűz. Ha ide jövök. Ho, oh, lift? Ez hova vitt ez a lift? Jó, akkor... Hajjó, szevasz! Mi újság a lift, és elhozott ide. Jó, szerencsére ott észrevettünk egy másik helyet. De azt a mai napig sajnálom, hogy az egyik ilyen bogár úgy elbújt a föld alá, és nem jön elő. Tehát most akkor én mit csináljak, vagy mit mondjak erre? Hát nem jön elő, elment, az most az én hibám lesz, vagy mi lesz? Amik itt vissza lefelé esetleg. Ott elférünk? Igen. Valami omladozik, figyeld, most fog rám zuhanni az egész. Vagy. Jó, szerencsére nem zuhant senkire semmi. Újra akkor folytatjuk ebbe az irányba. Ott az kapaszkodós lesz. Jó, akkor kezdjük el az egész mászókát. Kezdjük el a Hát muszáj lesz. Kezdjük el a... Na, leugrott róla. Kezdjük. Gyerünk, gyorsan. Ugye minél közelebb vagyunk a középponthoz, annál kisebb kör kell ugye tenni. Jaj, ott volt fent. Ott volt, én még nem ugrottam úgy le, várjál már, nem vettem úgy észre, hogy ott úgy a kamera felé le kell ugorni. Így, erre a pontra. Oké, és na ez az. Használjuk ki a tudást, és akkor ugrándozzunk szépen. Jó, mint a bolha, úgy ugrik olyan gyorsan. Szépen. Hetedik, na hát várd ki a végeit, mert még egy hiányzik. Hogyha most ez ennyi volt, akkor megint nem tudom, hogy hol van az utolsó, ami esetleg hiányozott. Még egy lift. Lefelé? A bányába? Jó, hát akkor menjünk le. Erre rá lehet ugorni egyet? Rá lehet. Ujj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 
szépen adta. Aztán a tüzes robbantó plusz az ellenfél. Hát azt mondom akkor... Azt mondom akkor... Na ez a jó ebből, hogy gyorsan visszatöltjük az ilyen nézeteltéréseket. Azt mondom, ezt gyorsan győzzük. Még egy pofon. Jó, legyőzve. Ebben ott van még egy ilyen nagyobb. Őt azért többször meg szoktam így permetelni kicsit a bogár írtó szerezni, mert ez nagy és sebez hirtelen. Jó. Életet nem ad, látod, nem adott. Itt van megint egy ilyen, de most a kamerás nem tudom úgy használni, hogy szétnézzek. Ebbe a szobába szét akartam nézni mégpedig. Erre ez jó.
Oké, megvan. Itt. Lift ellentebb, középen nem marad semmi. Ez a lift csak ide levitt. Hello. Ebben most mi volt a nagy cucc? Ja, erre végig. Valahogy ezeket a zöldeket még nem úgy látom, ahogy a játék akarja, hogy lássam. Na, ezekből jönnek kifelé. Egy életpontot már dobhatnátok, mert szerintem... Jó, dobott. Igen, még kell az kettő. Ide fölugrok. Akkor hadd nézzék csak szét. Ott középen nem hagytunk ki semmit. Ez az, ami itt már a gyűjtést engedi. Hát... Hogyha fel tudtam volna oda menni, ott is lesz egy a sziklákon. Jó. Újj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 . Itt sok, ez sok, egyszerre kettő, ez sok. Kábítani kell rajtuk egy kicsit. Boom, boom, combozd, combozd. Jó, comboztunk és még életpontot is adott. Szuper. Jó. Élet volt abba is. Tehát oda majd fel kell lesz mászni. Itt ez... A tűz... Mire lehet, hogy célzott nekünk, hogy hova használjuk? Erre felmászni nem hiszem. Szerintem valami magaslatról ott lesz a 8. kristály, valami magaslatról kell elugrani ehhez a tojás. Fóóóóó, az nem volt igaz. Az egy kamu volt, innen is el tudok szerintem akkor. Innen is el tudok. Hey! Ez az érzékelés nagyon változatos, fogalmazzunk így, hogy nagyon változatos. Hány ellenfél maradt? Még 5 darab ellenfél, nem kizárt, hogy itt lesz az 5 darázs, hogy mennyecske. Pipa 27, mert ugye a cél a 30, tehát 2 kell, és még a tojásokból kell még valamennyi. De abból úgy tűnik, hogy maradt el. Habár! 42, igen. Oda feljutni. Oda még egy kis emelkedő kell, mert innen szerintem lecsúsz. Hogy? Majdnem. Próbálkozunk még pár ugrást. Az elég közel volt ahhoz, hogy feljussak. Hogy feljussak? Jó, 46. És akkor, hát elkérem akkor az utolsó kristály, nem tudom, visszatesz-e a játék a kezdetre, vagy szól-e valamit, ne? Jó, akkor már csak annyit kell tenni, hogy visszajutok. Opa! És igen. Az ellenfél legyőzés, látod, hogy ez most itt elő fog jönni, vagy nem? Mert ugye ott látszik, hogy mintha ott alukálna egy szúróka, ott van. És nézd meg előjön. Volt egy, aki elbújt előlem. És szerintem nála van az utolsó, 29/30. Szerintem az utolsó olyan arany, az annál az ellenfélnél van, ami így elbújik a földbe. Reméljük itt akkor nem hagytam ki egyet se. Mert hogyha nem, akkor az a 4 darab... Hát a 4 darab viszont valahol ott maradt, valahol elbújhatott. Se baj, attól még ez szerintem egy jó kis... Hát mondhatni, hogy egyszerű, ilyen kör alapú vagy kör alakú pálya. Egy ellenfél ugye elbújt valahol a föld alatt, 4 darab tojás meg elbújt... Várjál, az az egy ellenfél. Várjál, csak oda bújtál, hogy kergetőzik velem. Tudod? Várjál, hogyha meg így elindulok, akkor meg eltalál. Hogyha én találom el hamarabb, akkor viszont megvan, és egy életet is adott. Ez akkor megvan, viszont az a 4 darab... Ájj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 
gyönyörű kristályok. Sokat fizetnek ezért? Most már mehetsz? Hát a Mission Complete az egy dolog, de itt ez... Ez mi? Mert én ugye a portálon keresztül jöttem, az egy dolog. De ezért mi ez itt ez? Ez nem oké, abban nem lehet belemenni. De ott nincsen valami gyűjteni? Na jó, majd kiderül valamikor, amikor majd visszatérek rá, most nem kezdem el nézni. Úgy tűnik, hogy van egy újabb randi itt Betsyvel. Ne aggódj, már javítottam rajta. Most vissza kell menni és befejezni a Mellow-t Breeze Valley-be. Jó, akkor úgy tűnik visszatérünk, vagy mert már volt, hát ez nagyon érdekes megfogalmazás, hogy akkor most mi történik. Tehát a Breeze Valley pályán ugye voltunk, az egy ilyen nyitott járműves pálya, ott kellett nekünk Betsyvel menni, és hát úgy tűnik, hogy most újra van egy Mellow,
ahol ugyanúgy azt a gépjárművet kell használni, és azt mondják, hogy ugyanúgy Breezevalleybe kell nekünk visszajutni. Szóval akkor jövök, és hadd szóljon, itt van az öreg, vagy kitől kell kérni a feladatot. Szeva, mondom, szia, na mi újság? Mi? Hátulról én? Oké, megyünk akkor hátulra, és akkor majd ott bent kezdjük. Addig jó munkát, meg mindent kívánok neked. Ezek a bogarak megfertőződtek, találd meg és sprayzd le az összeset. 8 darab. Jó, hát akkor ugyanaz a pálya, csak... ugyanaz a pálya. Jó, 7. Tehát először ugye a virágokat kellett, vagy hogy most meg a bogarakat. És Breezevalley, tehát 25/25 ugyanúgy, hát hogy idézőjelesen kész vagyunk vele, tehát hogy megszereztünk mindent. Csak van ez a nyílt pálya, és egy másik feladatot kaptunk, 6 darab ilyen bogarat kell elkapnunk. Na, de utána boss vagy hát nem nagyon boss, vagy hogy is nevezhetnénk, hogy volt egy olyan kergetős akciónk. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Annyi biztos, hogy ez már egy tiszta pálya, én annak nevezném, hogy ez már rendben van. Aha, itt van még egy. Aztán szerintem még ezen a felső részen még lehet, hogy kellene lennie, de ha nem, akkor majd leugrunk, és akkor ez a fenti rész itt így tiszta, mert van még 3 darab, ide fent úgy tűnik nincsen. Ide felülre nem. Ott a olyai 2 is van. Itt van egy. Vagy az, ja, az már lehet megtisztított volt. Az viszont rakoncátlan. Ez rakoncátlan volt. Várjál, csak ott mozog még egy. Tehát a jók is mozognak, hogy mondjam a jókat, tehát amíg nem fertőzött bogár, és csak ez fertőzött. Még egy hiányzik itt, nem nagyon voltam ugye a ház körül, ház mögötti rész, talán esetleg. Igen, itt a ház körül, és ez az utolsó. Visszatért a királynő, találjuk meg az összeset, na jó, van akkor a királynőből 3 darab van, és ott szalad. Ez az a történet, hogy menjünk neki történet? Igen, egyszer neki megyünk, és... Wow! Várjál! És mi történt? Várjál, most egyszerre kettőnek mentem neki, vagy mi volt ez? Ez gyors volt, ez egy speedrun technika volt. Egyszerre kettőt iktattam ki, mert ugye láttátok ott a kamera alatt ott van, hogy 3 volt, de most már csak egy van, szépen egyszerre kettőt eltaláltunk, az jó volt. Egyet meg itt láttam, hogy járkált, menekült, ott van, mint egy nagy szárnyas madár lenne, de ez egy nagy bogár a királynő. Azt mondtam, ugorjunk le innen, próbáljuk meg ugye keresztül húzni a számításait, azzal, hogy a követéssel pedig nem fordulsz vissza be, mert arra nincs tovább, de hogy nem fordul be. És most egy ugrás. Dexterem! Az mi volt az az ugrás visszahúzódva? Nem baj. Itt tudunk még egy kicsit balra fordulni. És ahol a csővezeték megy, ott ugye ez egy levágást jelent. Ő nem ezen a jó íveken halad. Úgyhogy ha én folyamatosan ezzel megyek, előbb-utóbb... Ott mi? A semmibe akad! Ja, ő is megvan. Itt kellett akkor kicsit... Hát tényleg, ahogy mondtam, úgy... balra közelíteni, és néha azért nem már ugrani ezzel a kis becivel fölfele, és maradj távol, elnyelj trófea, 3 queen-t legyőztünk Breezevalleybe, de akkor ez ennyi volt. Jó, akkor úgy tűnik, hogy korábbi pályákat is felhasználnak arra, hogy ugye küldetéseket teljesítsünk, és feladatokat kapjunk, ahol újabb gyűjteni valók nincsenek, tehát hogyha összeszedted itt az eddigi precursor orbokat, akkor kész vagy, és azt gondolom, hogy ez pipa, ez rendben, úgyhogy várom a következő rádióhívást, vagy feladatot, vagy megint aludni kell, és álmodni egy jót, meglátjuk, megkérdezzük a főnököt, és utána, hello? A főnök nem nagyon beszél már velem, személyesen nem, rádión felhív, de annyi, hoppá, jó van, jön a sztori, narancs villám! Úgy beszél, mint egy katona. Cow milk maybe, or some female hygiene product we men dare not speak of. You know, something important.
Uh-oh. Jack! Hang on, buddy! I gotta go, Tuts. Talk to you later. I mean, over and out. I mean, 10-4. Or whatever. Nem tudja az ilyen katonai rövidítéseket. Na, de menjünk akkor Jacket, meg tudjuk, ez már játék vége. Alig volt boss, alig volt valami. Menjünk. Bizonzu. Oh! Dobálja még a bomba. Jói. De várjál már, hát. Nagyon robbantózik. Bombákat küldi. Ennyire véditek Jacket, hát... Okna! Á! Telibe. Ez is! Két élet, egy élet! Ó! Már ezt vissza kell tekernem. Mennyire tekerjem vissza? Jó, idáig. Jó. Hoppá, hoppá, azért talált volna. Ezt nem fogadjuk el. Lehet túl közel megyek hozzá, talán... Mert lehet elég lenne követni is. Lehet, hogy elég követni is. És akkor majd ahol megáll, akkor oda megyünk, hogy hello. Stop right there. FBI, open up. Ezt fogjuk kérni. És ezt fogjuk mondani. Na, fordul be. Dobja a bombákat továbbra. És a bombákat, ám akarom elkiabálni, de nem olyan veszélyesek, mint az aknák. Az aknák sokkal nagyobb hatótávval, sokkal nagyobb kellemetlensége, ugye neki megyünk. Várjál, ez most ugyanott fog körbe-körbe menni, nekünk meg utol kell érni így, hogy ilyen durván, hát ezt így nem hiszem. Oh. Ott egy csomó katona. Dexter a megmentő. Üldözz egy prison zone. Üldöztem, de mi lett a vége? Hát ott egy zsákutca volt, és körben voltak katonákkal. Most átskippeltem volna valamit véletlenül? Tanker 1? Nem tudom, mert se átvezető videó, se... semmi értelme nincs, hogy itt a... Mi ez a dude? Mi volt ez, hogy see you on the flip side, dude? Ez mi volt? Ez a ki ez a csávó, vagy most... Pops, ez az apukám? Jaj, az apja? A papa? Papa mondja? De itt miért nem veszi fel azt a precursor orbot, please? Szerezzünk 30 drága követ a tankerből. Vedd már fel, emberem, hát azért ne haragudj már, hogy... Nem tudom, oj, Oké, na szépen. Hát, hogy... Ide akkor ezt hogy tudom újra betölteni ezt a pályát? De én úgy olvastam a útmutatóba, hogy elvileg vissza lehet térni bármelyik pályára, úgyhogy lehet, hogy a játék végénél majd vissza lehet térni, lehet, hogy lesz chapter select, mert ugye itt save game, load game, quit level, ezek van. Secrets, cheats, extras, lehet, hogy itt lesz akkor level select, és akkor úgy... Lehet, de annyi biztos, hogy ugye a hotelba, abba a kocsmába, azokba vissza tudtam térni, mert ugyanoda elmentem, és akkor ugyanúgy végig lehetett csinálni a pályát. Jó, az első boss ugye újra nem töltődött be, tehát ott feküdt úgy legyőzve, de ettől függetlenül ugye mindent újra meg tudtam szerezni. Lehet akkor ezt a pálya, vagy a játék végére hagyom ezt az egész dolgot, hogy ugye újra megszerezzem, újra visszatérjek. Azokra gyűjteni valókra, amik vannak. Várj, te itt így köbdösni fogod kifelé magadból a kis bogarakat, mert akkor jöhet felőlem amennyi kell, és akkor meg lesz a 30 darabot kért a fiú 30 darabot kért. Odafent ott lenne még valami. Látod, itt így jönnek, és van benne. Hát, és csak figyelj, ebbe is van. Tehát most mennyit kérjünk ki tőle? Vagy lehet, hogy ha nagyot legyőzzük, akkor kiadja az összeset. Lehet, hogy egyszerre amennyi, hogyha egyesével a kicsiket nem győzzük le. Mert itt van 60 tojás és 49 ellenfél, úgyhogy az azért figyelemre méltó, maradjunk annyiba. Itt, ha megyünk, oda felülre, ott felül is van egy tojás. Lehet csak itt ide hoz el minket. Ez a tankerpálya. Oda
is át kell majd jutni. Itt körbe lehet majd szerintem valahogy repülni. Akkor... átmentem rajta. Itt átmentem, felvette. Itt mellette voltam, felfogadtatta volna. Na, ez eddig tartott. Gyere, ez meg volt. Itt visszafordulok, megnézem, hogy... ebbe az irányba kell... Jó, most már mindegy. Tudja, hogy valahogy át lehet menni. Ez eddig még egy elég fura pálya. Ez eddig még fura pálya. Úgy összetételben, hogy mi merre, mi az, ami elérhető, mi az, ami nem, merre lehet ugye haladni. De a cél, akkor a 30 drága kő. Hiába 49 van, de azt mondta a figuránk, hogy... hogy papa 30-at kért. Ennyi van a melóba. Úgyhogy, a kombózás! Az jó volt. De mire, mi volt itt? Itt repült egy plusz, ott is ott van. Jaj, az amelyiket nem tudtam. Ide kell valami sniper, vagy valami messzellövő, hogy le tudjuk lövni. Egyszerre kettőt! Az is király volt. Erre rá tudsz kapaszkodni? Hát ha nem is, de mögé azért jöjjünk be. És ezt szerezzük meg. Ott annak a tetején is van, várj, ez bezáródik és kinyílik. Ez mi? Itt mászunk fel és nézzük meg a továbbiakban itt mi a helyzet. Ebbe az irányba, itt is van sok. Jó, hát akkor azzal nem lesz gond, hogy ugye a drága köveket megszerezzük, viszont a tojásokkal ott szerintem lesz gond. Hát úgy értve gond, hogy azért itt azért szét vannak szórva magaslatokba, illetve szűk kis zártabb, zártas helyekre. Szerintem jobban el vannak dugva, de szerintem majd a visszatérésnél, amikor ugye az útmutatóval megnézem, mert én abban bízok, hogy azt meg lehet nézni. Plusz, hogyha nincs is meg, tehát ha nincs meg minden, ugye a játékban, hogyha leveszem a kamerámat, akkor látszik, 30%-os vagyok 285 tojással az 1000-ből, de a játék trófeája, ami a platina, az nem kér csak 500-at. Tehát, hogyha a felét megszerezzük az összes tojásnak, akkor már azt mondja, hogy rendben, megkapod a trófeát, már csak játsz végig, tehát a további dolgok vannak még. De amelyik ilyen gyűjtögetős, hogy gyűjtsük össze az ilyen tojásokat, ott csak annyit kér, hogy meglegyen az 500 darab. Oké, akkor a platformmal túljöttünk, és azt hittem oda be lehet bujkálni. Na itt már azért látszódik néhány. Oké, itt már látszódik valamennyi. De várjál, mert támadás! Tehát akkor itt lehet ebbe az irányba is gyűjteni a tojásokat. Illetve én azt mondom, hogy itt a... hát ez a mászás, ez a kapaszkodós, trükkös mászás itt is lehet. Megfordulni meg tud. Jó, kamera, az viszont nem nagyon engedi abba az irányba, de ebbe az irányba engedte. Ez is jó, amúgy itt így Dexternek kihasználjuk ugye a testi adottságait, hogy így tud kapaszkodni, és akkor jó ügyesen mászni. Ez szerintem király. Fú, ez is egy adottság volt. Csak most már ott láttunk sok mindent. Mindenhova el tudunk majd úgy jutni? Az még egy kérdés számomra. De most akkor Jacket megmentjük. Hogy kerültünk ide? Mi a helyzet? Ez itt most nekem nagyon fura ennek a pályának a prezentálása, hogy ugye ott kergettük, bementünk egy sikátorba, bum, ide kerültünk. Tehát semmi az, hogy leütötték Dextert, őt is elvitték, vagy valami, de lehet csak véletlenül megnyomtam esetleg valamilyen ugrásgombot, vagy valamit, és akkor lehet, hogy azért kerültem úgy ide ilyen indokolatlanul, de nekem ez úgy tűnik. Minden esetre most nem az a lényeg, hanem az, hogy ráugorjunk erre a ládára, mert erről a ládáról tudok tovább jutni. Na, azt kellene legyőzni azt a nagy lilásat, mert ugye ő az, aki dobálja ezeket a kisebbeket. És akkor, ha őt legyőzzük, akkor megvan az összes legyőzve. Én úgy gondolom, hogy akkor az összes megvan. Ez itt magától, tehát hogy ez nem én irányítom. Új álompálya elérhető. A boltba akkor majd, ha alszunk, akkor ugye elérhetjük. Jó.
Oké, oké. Ez a nyomógó. Azt hittem meg lehet ezeket állítani, hogy ne támadjanak itt össze-vissza. Ó, kamera, na ez az. És ez tényleg a tankerhajónak az itt a belső része. Várj, itt alatta. Kicsit még. Ó, és ott vár minket. Mi akkor csípjünk oda neki egyből. Ja. Ezekben vannak elrejtve. Például visszatértem arra a kocsmás pályára, és ott is volt a pult alatt így bezárva néhány. Úgyhogy arra kellett felhívni a figyelmet, hogy ott... Hoppa. Őket is győzzük le, mert náluk is van ugye egy-egy aranydrága kő. Gold gem. És még egy kell a hivataloshoz. Ó, oh, hát itt lesz még bőven. Lesz itt bőven. Jó. 30, az megvan. Úgyhogy mehetünk haza. Persze, csak ahhoz haza is kell tudni. Menni, hát az nem úgy megy az. Vissza ott nem látok. Itt viszont van néhány platform. Oh-oh. Na, jössz vissza? Ó! Oh! Ez az, ez király volt. Ez jó volt. Megvárjuk a következő is lemegy, aztán jön vissza föl. Oké. Okay. Ez a belső része jó ki van alakítva ennek a hajónak. Ez tetszik. A belső része az még olyan lezártasnak érződik nekem, az olyan átláthatatlan még az elején. Főleg, hogy azokkal, az olyan matracokkal úgy ugrunk, vagy mi történik, hogy ráugrunk egy olyan... Én matracnak nem nevezem, és akkor átpattint minket valahova. Az kicsit még olyan... Hát olyan, hogy na, itt most hova fog minket dobni, mert ugye ott nem mi irányítjuk, hogy merre landoljunk. Egyszerűen csak landolunk és kész. Hát ha így gondolták, akkor... Jó van, visszahozta! Azt hittem ez így mínusz lett. Itt. Szerintem ez a legrövidebb útvonal, ahol így tudok lejönni. Ez az. Itt is van Dark Eco. Hogyha csak Dexter esett még bele a Dark Eco-ba. Lehet, hogy mondjuk még esett bele más is, csak nem tudok róla. Minden esetre megyünk. Szépen túlélünk. Bogárítás. Tiff. Jó van. Lehet még az összes bogarat is legyőzzük, megszerezzük ezeket. Ugye azok a nagy lila repülős bogarak, na azok vannak még, akik eresztik le a kicsiket. Talán ők, ha úgy ott maradtak, de arra szerintem lesz valami más mód, valami mód arra tuti, hogy van, hogy azokat ugye legyőzzük, arra kell, hogy legyen valami. Na, a kicsi fog engem lecsipegetni HP-ból. Ó, micsoda körbe kombózás volt. Ez az. Jó, te egy életpontot adhatsz. Jó lett volna. Ott még lesznek. Innen rá lehet lőni. Nem, hát akkor... Jó, 44, várj, akkor csak 5 darab és 20 darab tojás. Meglátjuk. Hátrébb, vissza. Nem jönnek elég közel. Finish. Jó, életet is adott. Szerintem ennyi volt. Várjál. Van még tojás itt. Itt szélen, nem semmi. Remélem ennyi volt. Ha nem ennyi, akkor... ha nem ennyi, akkor... Lehet lent kellett volna ugye felnézni. Aha! Aha! Lentről kellett volna felnézni. Hát igen, körbe jártuk itt a helyzetet. Kamera elő. Jó van, így akartam én szétnézni. Így most már rendben. Jó, itt várok egyet a nagy bok... Aztán fogadom el. Az nem volt nekem fair sebzés. Jó, ott jól összezárt az a... Az a láda is, az, amikor a felszínen voltunk. Láda is fogta magát és összezárt. Hoppá!
ez így jó. Oké, gyorsan. Hol van a platform? Oh! Ja, ez a platform mozgó. Lehet várni kellett volna. Megoldottuk így. Így sincs gond. Ujj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 
Amúgy jó kiemelkedik amúgy a pályából, tehát nem árnyékolnak ugyanúgy rá, mint ahogy a pálya kinéz. Milyen környezetben van. Mi az a sok lila? Duplázunk? Hova landolsz ezek után? Az a landolás mindig pocakra, az biztos fájhat. Főleg amikor ugye beugrunk mi is a vízbe, tudod, hasast. Hey, little fella. Are you lost? Elvesztél? I'll get us off this rusty boat. Don't worry, a little, Ez egy borha? Or whatever it is. You know, I've always wanted my very own sidekick. From now on, I'll call you... Ezentől úgy hívják, hogy Tick, Tick. Tick. Dexter and Tick. Let me see. So small, it's hard to tell. Hey! Did you just raise your leg? Ew! Bad Tick! Bad! Rossz Tick, rossz! Ezentúl csak a fűre. Ez mi volt? Ez mi? Egy bolhával gazdagodott? Dexter and Tick, most már ez a játék neve. Nem Jack and Dexter, hanem Dexter and Tick. Ajajaj. Nyomjuk meg, hogy Tick rövidre zárja. Hogy kerül? Várjál, ott jönnek a, jön egy X. Itt jön a kör. Háromszög. Négyzet. Minek? Hé! Hey! Hát én ott vártam, hogy jöjjön. Ájjajjaj. Lehet, hogy nyomkodtam és azért, hogy hamar nyomkodtam feleslegesen? Lehet az volt. X. Kör. Háromszög. Amikor ugye megszólal. Vagy hogy tik. Tudod így, hogy jelzéssel van. Oké. Okay. Ez jó mini játék, úgy mint az elején is, az jó. Ez király. És jön az X. Kész? Ez jó volt. Ez most jó volt. Na, ez most jó volt, most mire várunk még? Még mindig jön? Hát ilyen nincs. Oké, okay, mission complete. Ez jó volt, csak túl hosszú. Tehát felesleges volt ilyen sokáig ugye fenntartani. Lejöttünk a tankért. És vissza lehet menni, vagy ez hogy van? Vissza be lehet itt menni, de ugye ez a kijárat a vége. Hát jó, akkor a Citynek a kikötő része is elérhető most már? Hello? Is that you, dude? Boom. Ah! You're dead. Are you trying to purr my tail? It's about time you showed up again, Toots. A bit jumpy for a big hero, aren't we? Yeah, well, the twitch comes with the job. How about a little something, you know, for the effort? All right. You just... Kapsz egy csontot? This flamethrower attachment will keep a smile on your face. Me? Corner fire and keep the kill zone in front of you. Osta! Langsoro? Yeah, I got it. Just point and shoot. Sweet. Mint Batman, eltűnt, mint Batman. Szoktam még így. Piromániás! Megszerettük a Langsoro fejlesztést. Why do you favors like this? Anyway, the city port is a mess. Clean out the distillery and the cannery and we'll call it even. Akkor két feladatot is adott. Ez ugye ott a minitérképen látszik az a két hely, az egyik egy hordó, másik meg egy halnak tűnik nekem. Úgyhogy ja, ez attól a City Port, tehát külön van a City Port, meg külön van a City Streets. Akkor ez külön ugye gyűjtögetik. Hú, jó, hát akkor megyünk és akkor... Ez itt így a második hub world, ahol nyílnak a pályák, talán lehetne úgy nevezni.
Lehetséges. Hogy jutunk el egyikből a másikba? Az kérdéses. Itt ezeken belül, a városon belül majd külön gyűjtem össze a... azokat a dolgokat, a tojásokat, amik kellenek. Most akkor megyünk be először, megnézzük a hordó helyszínt. Hogy itt mi a helyzet. Lehet a tankerbe is vissza lehet menni amúgy a hajóra. Szerintem úgy, ahogy ott kijöttünk, hogyha tovább megyünk még a kikötőnél, vissza be lehet menni úgy, ahol kezdődik. Szerintem skippeltem véletlenül egy cutscene-t, egy átvezetőt valahogy véletlenül skippeltem szerintem, mert ott úgy nagyon hirtelen oda tett le. Ez a distillery, 62! Itt aztán bogara... Jó? Ez a hely karbantartásra szorul. Az biztos, hogy karbantartás. Az nincs kétség. De hogy váltok, akkor a... Aha. Megvan. Jobban használja, ez igaz? De jobban is írtja. Ez is igaz. Tehát a D-padon balra és jobbra ott látszik lent, hogy lehet váltogatni. Illetve látszik még a kezébe is. Most mi van rajta? Aktív. Oké. Itt már elkezdünk beszélni. Most már beszélünk valamiről. Amikor így vannak elrejtve a tojások. 5-6 egy helyen. Ott már oké. Jó, hogy csak egy kinézőke van, vagy az... Csak be lehet így csekkolni. Jó, akkor menjünk, nézzük meg ezt a helyet. Adott újabb feladatot nekünk a kedves csinikeink. Ezek nem bokadak. Hát az komoly volt az átvezető, az az elején volt a építkezési telepen. A szöveg az jó, jó szöveg. A Dexter amúgy jó, jó fel. Hát igen, az első játékban Jack and Dexter, Jack meg se szólal, tehát hogyha... Hogyha beszélni kell, akkor Dexter beszélt, de ha Dexter beszél, akkor pedig félig meddig ilyen komolytalan... Wow! Akkor komolytalan, és... És ilyen vicces, beszólásos sztori az, ami... Ájjajjaj. Akkor itt szintén tovább ezzel kellene? De várj. Ez nem, várja, és hogyha a tüzes? Oké! Okay. Na ez már valami. A tüzes már valami. Várja, egy pörgőugrás? Nem. Gyere, vedd fel. Jól van. Plusz! Ugye? Most már a pókhálót. Így szép. Jó, mert volt ugye a kocsmás pálya is, ott is ugye a... az volt a feladat, hogy a pókhálót ugye el kellett ugye égetni, és akkor ott volt egy külön kis láng, amire rászórva az alap bogárírtó szóratot, azt lehetett utána akkor átváltani idézőjelesen, tehát egy kicsit úgy tüzessé tenni, és azzal volt lehetőségünk. Hát itt végig a tüzessel kellett szerintem menni. A tüzes láng az magasabb glide-ot eredményez, magasabb harmadik ugrás, tripla jumpot, ami jó. Eddig nem volt rá szükség még így nagyon, ami így a gyűjtegetést illette, illetve az előrehaladást, de most már, hát ott direkt le volt zárva az, az egész hely, hogy ezt észrevegyük és ennek megfelelően haladjunk. Úgy látom, hogy ahogy ráfújunk egy kicsit is, egy minimális ráfújás a lángoló szóratból, már egyből kidobja az aranydrága követ, tehát utána már csak az az animáció, hogy így mozog, nem fog feléledni vagy valami. Tehát utána már csak animációja van, hogy még úgy lángokban áll az a bogár. Tehát ott már nem kell félni tőle, én úgy gondolom, akkor már nem sebző formában van. Úgyhogy jó, de már is 23 van! Tehát pikpak meg lesz ez a... Tehát én itt is szóltam, hogy úristen 60 vagy mennyi kell. Sima liba. Tehát ez nem nagy cucc. Várj, most hol került? Ugyanolyan helyre kerültünk le? De a tojásokban nem sok van. 11/60. Ott nem sokat haladtam még, de nem baj. Úgyis a fő cél ugye a játéknak, a fő célja a bogarak írtása, ott pedig az megy. Főleg ezek után épp elég egy kicsit csipegetni. De az valahogy igaz, hogy tényleg többet használ.
De én azt mondom, hogy ugye azt a zöldet ugye mindig fogja adni a játék, úgyhogy érdemes azt használni. Most itt beindítottunk egy karral, úgy tűnik egy platform mozgást. Itt én megpróbálkozunk akkor. Ez túl magasnak tűnik nekem. Úgyhogy visszaváltunk, és megpróbálkozunk egy ilyen előrehaladással. Az meg kevés, hogy végigmenjünk. Most akkor... De ez meg tényleg nem a... Hogy van ez? Hogy van ez? Várjál már egy cseppet. Mert arra nem tudok menni, de ebbe az irányba se tudok menni. Most kire és hova ugorja? Ezeknek a mozgóknak lesz valami köze, ezek az egésznek mozgó... Ja, itt írja, hogy kapaszkodj rá azokra a dobozok, hát vagy, okay. Ja, így az aljára, jó, így az aljára rá lehet kapaszkodni. Valahogy ez már kiment a fejemből, pedig tényleg már volt ilyen a játékban, már volt ilyen. Úgyhogy, ja, semmi gond. Megyünk tovább. Szedjük a bogár csókmókot. Ott 30 már megvan. Mennyit kért? 40-et kért, azt hiszem a küldetés. Tehát így is úgy is végig megyünk a pályán, tehát ez nincs olyan, hogy úgy kiadjuk, vagy valami. Itt egy újabb rákapaszkodás szükséges, csak ugye itt átmegy valami. És akkor... Jó, most lesz rendben. Újabb leugró. És mehetünk, nézhetjük a következő... Gyertek csak, gyertek. Nagyobbakat azokat érdemes ugye kicsit megpörkölni, kisebbekre ugye lehet. Elfogyott. Zöld adóka nincsen nagyon, nem nagyon adja. Ugye a tölteléket, vagy hogy mondjam, ami lövedéket. Lövedéket nem nagyon. Most ott adott egy kicsit. Küldetés teljesítve, nem! Mehetünk portál vissza. Csak nincsen portál. Ez a helyzet. Nem baj, végigmegyünk szépen. Szépen végigmegyünk. Itt ezekbe esetleg... Ajjajajajaj, Oké, azért vannak. Hát a életet is adhatnak, mert az a vége, vagy ez a vége. Ilyeneket nyitottam ki mindig addig. De most itt csak erre lehet menni. Uff! Na mi van? Sörfőzde! Na mi van, főzde? Oly-oly. Landolás és fölugrás. Jó van! Emelkedjünk. Most nem muszáj lesz állni, mert én ezzel emelkednék amúgy végig. Nekem nem muszáj. De jó, hogy le... Ne már! De azokat én szeretném felvenni, please, egy kicsit add ide, na. Jó, az ott megvolt. Oh, és ott a kijárat. Gyorsan, hoppó, hip! Házasz. Oh, na a skorpiók, azok voltak kellemetlenek, mert látod milyen gyorsan mindig jönnének? És így is ide csípett rám egyet. Még egyszer! Álljál már le hát! És ott vannak fönt... Szerintem ott valami bányászkocsi vagy valami ott menni fog. Hogy azokat összeszedjük. Nekem olyan érzésem van ott. Jó, legalább most fullos a lövés. Oké. Hoppá! Kicsik, na adhatod az életcsomagot. Erről van szó. Ó, és még lecsíp rólam egyet. Adsz te is még egy? Nem, adom, hát ez nem is várhattam volna. Egy tojásocska. Jól van. Most jól indítottam a támadást. Ha lehet, hogy ugorva kellene? Nem biztos. De ugye, ha túl közel megyek, akkor nála van az elő. Meg lesz az 50 drága kő. És azt nagyon-nagyon szedtük. Most nagyon. Oké. Uff. Itt lesznek még... Hát ez nagyon bővelkedett ez a pálya bogarakba. Nem tudom, hogy most már ilyen lesz mindegyik pálya, mert ugye itt vagyunk... Hey! Ez ismerős. Nem szakad le az egész csak, dehogy. Szóval nem vagyok be... Nekem szaladnom kellett volna tovább lehet.
Tehát hogy lehet, hogy mivel már itt vagyunk ugye a City Port elnevezésű részén, ugye a kikötőn, lehet, hogy emiatt már oda jutottunk a játékba, ahol ilyen pályák lesznek, hogy 50-60 minimum bogár. Nem kizárt. Ez az első, ugye, ahogy a portra kijöttünk, mert ugye a tankerhajó volt az, hát az első, ami ugye itt érhető el, de az ugye a bevezetés, ugye a sztori miatt, a Jackes üldözés sztori miatt. De itt akkor így ezzel kezdődik, ami konkrétan már úgy ide lett kitalálva, mint küldetés és feladat. Lehet végül amúgy meg lesz mind a 62, tehát még 5 darab bogár kell. Nem kizárt amúgy, én azt mondom, tojások ez az. 59, ott egy ajtó, 2 skorpió, 3 skorpió lent. Most már csak azt kellene jól időzíteni ezt az ugrást. És az elengedést, jó volt. Hoppá, nem annyi? Ó, de hányszor csípsz rám? Az sok volt. Kétszer lecsípett és 2 életet visszaadott, de csak annyi. Nem baj, ellenfelek legyőzve. Tojások, hát azok a tojások ugye vannak... Pfff, az mi volt, hellóká. Tojások ugye, hát úgy vannak, hogy... Kicsit el vannak rejtve. Hogyha nem is kicsit, de bizonyára van olyan, amelyik valamilyen szinten el van rejtve. Vagy valami mögött van, és akkor úgy nem tudjuk megszerezni. Semmi gond. A gond nem itt kezdődik. És visszajutunk a... Vagy felvisz vissza. Jó. Küldetés teljesítve. Akkor mehetünk a halazóba, vagy a halfalatozóba, ami a hal ikon volt a mini térképen. Azt mondom, hogy oda megy. Na, hadd nézzem. Mi a... Hát veled mi újság? Ne etesd a halakat! Ne etesd a trollokat! Lépjünk be a Fish Canary szintre. Hát itt vagyunk a Fish Canary. 40 gem összegyűjtés. 60-60. Jó, erről be... És már ott vár. Nézd csak. Jó, tojás is ott van. Még nem is győzte le egy kicsit, ugye ráleütem, de még nem győzte le. Várjál már, az ott nagyon magasan volt. Ha csak nem, fentről kell leesni. Akkor ez a pálya úgy lesz szerintem, hogy oda felülre kerülünk, és leugrunk, és na kész vagy, mehetsz haza. Ja, megint egy jó kis pályának nézünk elébe. De ezek a hal csapatok, mi van itt, a bogarak megeszik, vagy ez most? Hogy van ez? De várjál, itt is fent. Most akkor itt ezt hogy érzem? Vagy mit érzek? Vagy mi van itt? Hogy gyakori ez a... Megint! Következő szobába is ott fent. Akkor rosszul gondolom, hogy... Nekem kell-e vada feljutni? Arra a kötére rá lehet? Kampóra rá lehet? Nem lehet a kampóra. Erre rá lehet... Hoppa. Hát de nem teljesen. Lehet, hogy... Most már nem tudom, mert ugye jött a sima Dexter, nincs a hátán semmi, aztán jött a Dexter, hogy van ilyen glide képesség az alappermetezővel, most már van ugye ez a tűzpermetező, lángszaurós, én már nem tudom, hogy mire gondoljak, de arra azt tudom, hogy itt... Itt már hideg... Már hideg van. Igen. Jó kis zene. És ezt jól megoldották ezt a egészet, mert ugye a platformer játékokból. Kicsit. Nem túl sokat. Kicsit lentebb. Platformer játékokban ugye ez az egyszerű és nagyszerű, hogy van dzsungeles pálya, van lávás pálya, van akkor hideg pálya, meleg pálya, minden. Féle ilyesmi. Csak hogy ugye itt a városban, ugye a sztoriban, hogy oldják meg? És megoldották. Hogy akkor egy ilyen halfeldolgozó üzem. Ezt szeretem, amikor így tudod, így bele van így a változatosság
úgymond őszintén, úgymond, helyén való, hogy az így benne van. Hogy a Crash 1-be tetszett a pályavezetés, ugye, ahogy pályáról pályára, ahogy megyünk, akkor szépen a szigeteket bejárjuk, és ahogy megyünk előrébb, második, harmadik sziget, egyre jobban észrevehető, hogy oké, itt már Cortex azért kezdett berendezkedni, oké, Cortex Power, látjuk, hogy itt van az egész épület, mászunk fel a kastélyán, Stormy Ascent, meg Slippery Climb, tudod, mászunk fölfelé. Az teljes mértékben úgy helyén való volt. Ugye, hát a Crash 2-ben is még így volt, ott még azért úgy maradtunk a szigeteken, csak azért próbálták változatosabbá tenni. Hát azt mondom, hogy úgy sikerült is nekik, de ugye a portálok azért ott voltak. Crash 3-ban egy az egybe elengedték a fantáziát, azt mondták, hogy az időbe oda megyünk, ahova szeretnénk, mert az időutazás, a story, warp room és ilyen portál. Ide a sima kell. És akkor portálok, úgyhogy az is jó, de ugye ennek is megvan a szépsége, mert annak is megvan, ugye a Crash 4 kedvenc Crash-em, tehát ott is dimenzióról dimenzióra, hát ott ugye a sztoriban úgy nincs annyira benne, csak hogy oké, okay, új dimenzió, de úgy nincs annyira úgy benne, hogy na most miért ez a dimenzió, vagy hogy hogy, tehát hogy csak megyünk erre-arra a maszkokért. De ugye itt, ahol tényleg a városban vagyunk, a kikötőnél, tényleg a kikötőbe hozzák a halakat, mert ugye egy város, hogyha el kell látni halakkal, akkor ugye kikötőnél van a szállításnak a nagy része, a szállítást ott végzik, a hajónál, és akkor oda hozzák be a halakat, ott van a feldolgozó, és hát az Oszlóba, vagy hát nagyon Oszlóba nehéz eljutni, de ugye ott az ott mi? Ez milyen sárkány, vagy mi van ott? De ez egy hal? Egy cápa? Mi van itt? De már el is felejtettem, miről akartam beszélni. Most mit csináljak én? Most röhögött rajtam, vagy valami. Valami volt! Hát gyere már elő, hát. Nézd meg, elfogyott a lövedékem, és most már nem tudom legyőzni. Na, legyőzve. Fú, mi lesz ott? Ez már a boss. Oké, és? Hát igen, de hogy azt hittem bogarak lesznek, mert az nekem nem bogár volt. Figyelj, ez kiderül, hogy többször nem is találkozunk ezzel. De hogy nem, már is itt van. Banjo-Kazooie. Hey, wait. You know Bug? You too furry for Metal Ugly. Hey, you be Bug Squisher? Igen, én vagyok a bogárító. Ozmónak dolgozok. Yeah, me Bug Squisher, you big lug. Now put me down. Oh, so sorry, little orangey pal. Me Brooder. Brooder? Az övéje ez az egész hely. De megeszik az összes halamat. Vége a biznisznek. You can thank me now. Ah, yes. Thanks I give for you help. But me main storage area is where most nasty bugs sneak. You protect that? Persze. Igen. Yeah, I'll clean them out. Whew. As if the smell in this place wouldn't already do the trick. Hát igen, a halpiacon, ha voltatok, akkor ott azért van egy jellegzetes illat. Én illatnak mondom, mert amúgy tényleg a hal az oké, okay, nagyon egészséges, próbálok mindig azt tenni, amikor ugye a kaját eszem ebédre, és akkor választani kell, akkor én mindig próbálom, hogy a halat választom. Már tudják az ebédlőbe, hogy na Peti, ma a kedvenced van, és mondom, mi? Hogy? És akkor hal! Jaj, mondom, úgy érted? Mondom. Na úgy nem a kedvencem ugye a hal, csak tudom, hogy az nagyon egészséges, és nagyon ritkán eszek magamtól, ezért mindig, amikor választom az ebédet, akkor jó, itt a halat kérem. Oké, okay, itt most. Mert hogy nálunk úgy van, nekem úgy van, hogy kettő közül tudok választani. Van egy A menü, meg egy B menü, a leves ugyanaz, de a másodikból lehet választani, hogy még ez robban.
a másodikból lehet választani kettőféle, és akkor mondjuk, ha van az egyik a hal, a másik meg rizses hús, vagy valami, akkor azt mondom, hogy én a halat választom, és a halat karikázom be mindig, mert ugye előre egy hónapra ugye le kell adni, hogy akkor mit kérek a következő hónapra, mert nekem így van az ebédem. Jó, és akkor a halpiac, na az volt, hogy annak ugye tényleg van szoka, én is bemegyek, fuf, ez itt hal, tudod, itt így van. Erről is beszélt Dexter, hogy na, már van itt szag rendesen, van itt szag rendesen, mondta Dexter, mondta, úgyhogy ja, na nézzük csak, hogy ez az, mind a hármat megszerezzük. Ezt elolvasszuk. Jó, oda már fel tudok? Jó, annyi elég lesz. Na, halacska, már itt élnek a halak. Jó van, itt már nem ette meg a bogár. De hogy a bogarak megeszik ezt a halat, az is kemény. Tehát van ez így. Csak nehogy beleessünk, mert akkor mi leszünk a hal eledel. Ez az. Ahá, ott volt benne. Na, ezek a legkedveltetlenebb, vagy ezek azok az ellenfeleket, amelyeket a legkevésbé kedvelek. Ezek azok az ellenfelek. Csak kibírtam mondani. Hát igen, nem magyaros vagyok ezzel, ez látszik, ez kiderül. Ó, már megint itt van egy. Na gyere akkor elő, de látod, nem jön elő? Csak utána és egyből indítja a támadást. Ez benne ugye a kellemetlen, és akkor lecsíp az életemből egyet. Na, adsz vissza, dehogy ad vissza életet. Na nem baj, 20 legalább már megvan. Szépen lépünk fentebb és fentebb a számokba. Ugye 40 volt a cél, 60 az összes. Ugye szerintem az meg lesz, tehát ez... Az szerintem az meg lesz. Ez nem kérdés. Mert ugye, hogyha valaki skippeli, tehát hogy átmegy tovább, hogyha nyitva vannak ugye, vagy tehát például itt, ha fogja magát, és akkor mondjuk nem győz le mindent, akkor ugye itt nem szerzi meg, de hát én úgy vagyok vele, hogy győzzük le, főleg az ilyen egyszerűbbeket. Na ott ugye, én úgy vettem észre, hogy ide fölfelé kellene menni, ugye felugrani a lépcsőn, vagy ezeken a dobozokon, igazából mehetnék és szaladhatnék. Hát ugye amikor visszatértem pályákra, akkor így csináltam, hogy jó, kikerültem az ellenfeleket, mert tudtam, hogy megvan az összes ellenféle, van győzve, tehát kész. Tehát, hogy akkor már ugyanúgy itt voltak ezek a kis bogár ellenfelek, csak nem világított a hátuk olyan lila színnel, a lila sárga színnel, hanem csak egyszerűen innen csak jött a jég. Ott vissza. És hogyha ezt... Ezt egy kicsibe. Erre nem. De arra is van. Erre meg lehet mozdítani. Ez most egy puzzle. Ez most egy puzzle lesz. Hát ide át lehet menni alatta a gugóra. Ott szerintem valami extra lesz. Szerintem be kell úgy oda küldeni, idézőjelesen oda be csúsztatni valahogy azt a jégtömböt, és akkor ott úgy felugrani rá talán. De szerintem ez a fő út, úgyhogy... Ugye erre megyünk. Már megint itt vannak. Ezekre van valami jó mód, hogy legyőzzük. Az jó lenne, mert az a baj, hogy ezeket még ki is lehet hagyni. Tehát, hogy azt mondom, hogy ja, legyőztem, és közben meg mögöttem ugye el van bújva, vagy valahol. És akkor azt mondom, hogy oké, kész vagyok. Annyit tenni, hát jó, ez most már 2006-os játék, de annyit tettem volna ugye a fejlesztők helyébe, ugye, hogy azt mondom, hogy ott van még fent. Azt mondom a fejlesztők helyébe, hogy ahol kijön majd, ott az a kis lyukot világít, vagy villódzik, vagy valami olyan kis hely. Jó, hát akkor ez volt az extra út, és nem az, ami ahonnan
amit ott hagytam. Szerintem azt a jégtömb az a fő út, amire valóban menni kell. Ez csak a gyűjteni valós caukmauk volt, úgyhogy... Ja, megyünk vissza. Akkor szépen lassan küldjük ide. Idáig elég? Nem elég. De ha meg így... Akkor meg már nagyon ki... Ho! Újra megfagyott? És fel tudok most már ugorni valahova? Ez az. Ja. Ez volt a cél. Hogy de sokan. Nem baj, kellenek a pontok. És meg is lesz 37-8-9. Még egy kell, de hát ugye... Pálya vége az nem itt van. Pálya vége majd a 60-nál lesz. Hogyha így dobálja őket a játék, akkor ugye... Akkor ugye meg lesz az pikpak. Ó, ő kidobta ő maga! Akkor érdemes először a lila növény, vagy minek a kaptárt, hogy nevezhetném. Érdemes először a kaptárt ugye kiiktatni. Jó. Cél az megvolt, már is 45. Jó. Tovább hajrá, ugyanúgy. Ott is van a társaság. Ott is van. És akkor kombózzunk. Puff, puff, puff. Az egyszerre kettő volt. Szép, szép. Rendben. Lift fölfele. Vagy tovább nyílik az ajtó. Nem, megy, megy. Mozgásban van. És kinyílott az ajtó. Várjál most a kikötő résznél vagy? Oh-oh, na tényleg boss. Hát az egy Godzillával felér. Godzilla minusz egy. Azt láttátok, az egész jó volt, az tetszett az a film. Szeretem a Godzilla-s film. Oh-oh, itt is valami kajázó. Mindig van egy nagyobb hal. Na várjál, most arra menjek, vagy ott keresztül menjek? Ezt magyarázd meg, mert oda is be tudom. Hát először menjünk, ahova szólít minket a világ, mert ez itt a Fish Canary még mindig. Na előjössz. Hogy hátat kell fordítani neki, és annyi? Nem. Nem csak hátfordítás, hanem ugye kicsit azért messzebb kell, el kell jönni onnan. Jó. Na. Oké, ezt felvette. Odáig elmegye. Elbizony. Jó. Körbe, és akkor újra tovább. Na, nagyon... Hoppá! Az igen! Akkor ott fölötte. Csak óvatosan. Az komoly volt. Megérezte, vagy kiszagolta, vagy valami volt. De közben meg itt köbdös. Itt ott van még a másik. Ellene a zöld jó. Ez ellen a zöld jó, ezt veszem észre. Az így kábítja, és látod, úgy rázza magát, úgy... És fent marad még addig. Még fent marad. Na, erre csak itt nem tudok egy ilyen... de tudok! Csak tudod, mi a baj? Hogy azt mondja a játék, hogy nah, te azt nem vetted fel. Na, végre. Lehet, hogy a dupla ugrásom miatt. Lehet, hogy a dupla ugrás miatt. Na jó. Nem szórakozok ezzel a trükközéssel, mert ugye... Meg lehet csinálni, megmutattam. De mi inkább megyünk a biztonságra. Na de itt az elrejtett... Majdnem bejött. Van, amikor bejön, ti is tudjátok. Van, amikor bejön. Jól tudjátok, újabb liftezés. Hát ott az a másik út, az ott... Nem tudom. Nem tudom, mi lett volna. Ott... Most már nagyon beszeretném bizonyítani, hogy igenis van érzékem a platformer játékok elrejtett szépségeinek megtalálására. Most már muszáj mutatni egy olyat, hogy azt mondjátok, hogy na ez igen, jó van. Csak tud valamit. Oda már csak nem tud még egyetlen tepke. És ezek után itt lett volna. Oké, itt mögötte. Nem lehet bemenni. Hát jó, de erről nekünk
Ja, arra szerintem fel kell tudni kapaszkodni. Csak lehet, hogy lentebb olvasztottam. Erről az oldalról bezzeg rá tud kapaszkodni. Ejj, Dexterem. Mit szórakozol itt én velem? Ja, újabb fenti rész. Ez itt a puzzle-ös. Mert ugye lehet idehozni egyet. Lehet... Az ott melegíti? Gőz. Azt mondanám, hogy a cél, hogy arra a ketrecre rámenjünk, onnan arra a ketrecre, és ott a kapu, de ahhoz ezt a jégtömböt el kell tolni odáig, erre a jégtömbre rá kell mászni, és akkor így megy ez az egész. Úgyhogy azt mondom, hogy ebből a jégtömbből kicsit leveszek. Ebből nem akarok levenni, de ugye tovább kell, hogy toljam. Ja, ez megerősíti. Ja, újra magasabb lesz. Jó. Erre így. Ó, elérsz odáig? De oda el kell kapaszkodnod. Bátyó, oda kapaszkodó kell. Ott kapaszkodja. Na. Látod? Jó, nem is kell az a másik ketrec, egyből el lehet jutni ide. Oké. Ez a halfeldolgozó hatalmas. Ahány lift? Ott volt még az orb. Egye fene! Hoppá. Na most hol jöttünk ki? Egyre közelebb és közelebb. Ó, a boss! Vagy nem tudom azzal, mi lesz, vagy ki lesz. Várj egy pillanat. Ez volt az a másik út, ami... Várjál már, most én hova menjek? Ott szembe át. Hát de oda szembe... Ott van egy zöldike. Itt is egy zöldike. Arra nem lehet rákapaszkodni. És ha leolva... Várjál, ebbe figyelni van ebbe. Szóval! Bocsánat. Ezt a leolvasztom. Rá... Vagy az most. Na ennek most mi értelme volt itt? Ho! Mi van? Megette? Itt most mi újság van? Nem csak simán át kéne repülnöm oda és kész. Ja, csak addig elterelem. Jó van. Csak addig eltereljük. Tehát... Ez így le. Aztán szerintem mehet vissza a sima zöld. Az egy kamu volt, bátyó. Az nem igaz. Azt elérted. De... Látod, hogy pont a... Hát akkor a tüzessel kellett mégis. Na jó van akkor. Legyen a tüzes. Na jó van. Te meg fizes. Te tüzes. Hát ez jó volt. Ez jó kis puzzle volt ugye, hogy meg kellett etetni, hogy addig ne ugorjon fel a hal, mert korábban volt a kisebb hal, akinél ezt tapasztalhattuk. De összejött, ez összejött. Ez sok ilyen kisebb puzzle-ből áll össze ez az egész pálya. Úgy veszem észre. Na de hogy ez a szoba itt most olyan céllal volt, hogy nézzek be. És bosszantson, hogy nincs ott semmi. Nem bosszant. Régi játékok így készültek, ugye, hogy már régi játékok. Hogy azért nem biztos, hogy mindegyik szoba rejt valami jutalmat. A mai pedig, hogy mindent muszáj mondani, beszélni, mindig legyen telefonhívás, mindig mindennek értelme. Feleslegesen nem teszünk oda semmit, mert akkor az idézőjelesen kidobott fejlesztői idő. Régen csak ide leraktak egy szobát, jó. Ha valakit érdekel, benéz, ha valakit nem érdekel, az megy tovább. Uff, ez már a pálya vége. Itt lesz szerintem a maradék, igen, megvan a 60. 59 és 60. De akkor az a nagy hal az csak egy ilyen...
szépség volt, tehát hogy nem küzdünk el. Nem akarom legyőzni, vagy ilyesmi, tehát hogy nem az a célom nekem, hogy most bántsunk halat, vagy valami. Csak hogy az úgy nézett rám, hogy oké, neked most véged, így nézett ránk. Tehát az egybe így nézett ránk, hogy oké, szia Dexter, neked a sok halér, amit te bántottál közben, én nem bántottam semmi halat. De ez valahogy egy ilyen érzés volt. Ja, és akkor itt visszajöttünk a pálya elejére. Looks like it's gonna be fast and furious, oh Sultan! Fast and furious! Let's cruise! Okay. Na meglátjuk, milyen cruise lesz. Hát ez a pálya, és ez a küldetés, teljesítve, és bejött valami ikon a mini térképre, úgyhogy megyünk, megnézzük, milyen halálos iramban lesz. Na, egy újabb portál. Na, lássuk. Itt ez hova vezet? Halló? Ez Crash Bandicoot háza. Halló? Ez a Wumpa ágyú. Hoppa. Zárva. Ez ami nyitva. Ó! Oh. Csá! We gotta take out these bugs. You pull up beside him, and I'll nuke him. Nuke! Jó, akkor te csináljad, ahogy gondolod. Én megyek. Jó. Figyes legyél. Szabuljon fel. Na gyerünk, buddy. Dude! Volt egy ilyen. Ez a boss. Várj. Emerald Forest? Miha? Menjek a bogár mellé. Pisön fél! Hát hadd nézelődjek már, hadd szedelősködjek már. Erre nem lesz lehetőség. Most menni kell ezt a nagy bogarat legyőzni. Utána majd... Ha nem akarsz rálőni, vagy valami, dude? Nem akarsz oda csípni valami, dude? Na. Hívj, dobjad, vagy küldjed! Crash Tag Team Racing! Emlékeztek, hogy mennyit kellett leülni, meg milyen volt? Hát igen. Ennyi volt, egy kör. Hoppá! Jó, menjek már, dude. Gyújjabb állom pálya elérhető. Víz alatti. Menekülés. Túl megyek rajta, figyeld! Na! Na már milyen közel... Dude, ennél közelebb nem nagyon tudok menni. Na, itt veszítettem el. Nem. A vízesés mögötti rejtőzködő. Gyere. Az nem csinál semmit. Pedig egy csomó élete van, ott van mellette az az életcsík. Nem tudom, mikor győzzük majd le ezt. Ja, várjál! Én tudok dobálózni! Nem szólt a játék rendesen. Most már küldöm. Már kettőt be is csíptem neki. Hármat le is csíptem az életéből, úgyhogy... Úgyhogy jó, ez csak annyi, hogy ugye... Mellette kell menni, tehát nem annyira mögötte. Mert hát ugye ő ül hátul és... na ezt így veszítettem el, ha csak nem. Töltjük vissza, és akkor megyünk. Jó, hát akkor így ledobálgatjuk, és akkor legyőzzük. De jó messziről eltaláltam, az igen. Okay. A sziget vízi rovarja. Legyőztük a Queen Emerald Foresten. Vissza az építkezésre? Hát ott már voltunk. De valami nem stimmel ott, úgyhogy akkor menjünk vissza. Ha nem stimmel, akkor azt meg kell javítani, azt meg kell nézni, hogy mi a helyzet. Aha, szóval ide lent van. Az építkezés ugye fent volt, az első pálya, itt pedig akkor a második pálya, tehát hogy amikor újra el kellett jönni. Mert ugye az építkezésnél voltunk, ezért gondoltam, hogy akkor most ugyanoda, vagy nem. Mert ez nem egy olyan, mint a Breeze Valley, hogy ott ugye egy nyílt terep, és akkor oda a feladatokat adhat, hanem akkor ez így lesz. Jó. És akkor visz minket tovább, City Streets-et írja még mindig.
De gondolom, hogy ha felkerülünk, vagy oda belépünk, akkor ez már az építkezési telepnek a, hát nem tudom, vagy kettő, vagy az hogy fogja nevezni. Vagy várjál, itt nincs is gyűjteni való majd. Mindjárt kiderül. Ezt ki kell deríteni, mert hogy milyen gubanc van itt, azt meg kell szüntetni. Bármiféle probléma van. A bogárító sereg az pereg. nem oldom. Hoppá, na ebbe valami. Nincsen, ott szélen, várjál csak. Aha. És erre rá. Jó. Hoppá. Na ez az. Ez most úgy... Oké. Most ez most én mit barkácsolok én itt össze-vissza? Ja, ez a visszaút. Ez a visszaút, mert ez már látom, hogy ez a visszaút. Hogy így kell ugye visszajönni. Oh, te! De a valódi út az itt lefelé. Jó. Aztán ide. És. Oké. Ne nézd le! Oké, találjuk meg a termét, és jajajajaja. Akkor itt nem az a cél, hogy ugye mennyit győzünk le. Vagy hát lehet közvetve, de csak 27 ellenfél van. Construction Site 2. Jó, hát úgy látom a kreativitás a pálya címadásra megvolt. Fú, vissza kéne menni, mert nincs nagyon idő újabb modelleket lealkotni, újabb cuccokat csinálni. Akkor... menjünk valahogy vissza a construction site-ra. Jó van, fejlesztő emberek? Jó van? Oké, főnök. Na, akkor beleírtuk a sztoriba, hogy vissza kell menni, mert van itt egy kis gond. Hogy nevezzük el a pályát akkor? Tudod, mert hogyha megnyomják a startot, akkor ugye lehet nézni, hogy akkor mi a pálya neve. Ja, hát ez könnyű. Construction site 2. mint a halálos iramban. Nem, mert a halálos iramban az úgy volt, hogy halálosabb iramban, az a második rész. Meg még angolul is az úgy van, hogy too fast, too furious. Tehát, hogy a kettő az úgy benne van. Hát, ez komoly. A Crashben ezt nagyon imádom. Mindig olyan jó pályanevek voltak. Cold Hard Crash. Az is milyen király néz. Super or Later. Ez is jó. Hát, aki egy kicsit ugye... ismeri ugye az angolt, akkor az tudja, hogy ezek honnan, meg hogyan származnak. Mi volt kiírva? Valami ki volt írva, hogy mit kell csinálni. Nem baj most. Ez a baj, beszélgetek, sztorizgatok, a kommentárnak ez a vége. Lehet azt el lehet forgatni valahogy, amúgy lehet az volt a lényeg amúgy. Na de szóval a Cold Hard Crash, ugye az a Cold Hard Cash kifejezés, mint pénz kifejezésben alapszik, akkor a suver or later, a suver az a csatornarendszer, de a sooner az pedig a hamarabb, vagy később, vagy minél hamarabbannál jobb valami ilyesmi mondás, az a suver or, sooner or later, van egy ilyen kifejezés, hogy sooner or later. Tehát, hogy ezek úgy szerepelnek úgy. Nem is mindegyik pályában, mert Turtle Woods, az most milyen pálya, tudod, hogy milyen pálya név. De akkor is legalább van valami, hoppá, akkor is legalább van valami extra, valamit úgy beleraktuk. Construction Site 2. Ezt aztán kitalálták. Na, hon csipegetsz még? Mikor? Hogy hon vagytok? Hát az előbb lecsíptél, úgyhogy az nem örült. Azt hittem már leesel, hát jól van. Jól van. Még egyszer. Sarokba szorítom. Hova mész már le? Mibe kapaszkodsz? Figyelj, hát már mibe kapaszkodsz? Már hova? Gyere már vissza, emberem, hát. Na jó, feljutottunk. Hát ez jó volt, na jó. Oké, na menjünk el és ne szígyük el. Nem szidom én ezt a játékot, ne értsetek már félre, csak így poénkodok egy kicsit.
szórakozok egy kicsit. Jó ez a játék, jó ez, hogy elhozták, hát hogy nem már. Hát azért tényleg, hogyha úgy volt megírva a történet a Jak and Dexter 2-re, hogy a sztori 2 évvel később játszódik, hát akkor az sokakba felmerül. Na és mi történt a közbe? Mi volt addig? És azt mondták, hogy tudjátok mit? Megpróbálunk rá válaszolni, és akkor megcsinálták. Mert ugye ezt nem a Naughty Dog fejlesztette, aki az eredeti trilógiát. Szóval... ugye... nem tudom, ki kérte, hogy akkor ebből legyen akkor egy ilyen extra PSP-s játék, de én örülök, hogy akkor foglalkoztak vele, és... megcsípték? Vagy megcsinálták? Várom. Mindig ahogy jön, mert valami ritmussal van amúgy ez a bántogatás, ez a csipegetés, ez ritmusra van, úgyhogy egész jó, ez ilyen lineárisnak, ilyen, úgy tűnik ilyen lineáris pálya lesz. Ott volt a tojás! Na ide is jöhetek vissza. Hát igen, mindegy, itt van a 4. Ezt a 4-et kell elpusztítani. Dexter, the management says you've got to destroy every one of those termite mounds before they activate the exit elevator. Jó, és akkor utána lesz az exit elevator. Jó, akkor lesz egy... Keen exterminator sense tells me that these termite mounds are the problem. Jó, meg lesz akkor a kijárat, hogyha meg lesz mind a 4 ilyen kis kaptárnak a kiiktatása. Tehát elindultam itt erre, habár láttam, ott még egyenesen is van helyzet, de ugye amikor legutóbb ide jött egy ilyen ikon, az ugye az elején volt a 8 kristálya, és akkor olyan volt, hogy egy ilyen nyitottabb hely volt, és ott mindegyiket ugye meg kell szerezni, aztán ugye vissza tudtunk jutni. Én itt láttam fent, mintha itt lehetett volna látni egy tojást, igen, az ott van. Úgyhogy azt megszerezzük, oké. Ja. Tehát így úgy gondolom, hogy itt akkor szétnézünk, lesz egy ilyen kis körbe, egy kis aréna, körbenézés, és utána pedig majd remélhetőleg megmutatja ugye a játék, hogy na, megnyílt a lift. Jó, én azt mondom, hogy az a lift az ott, de ott lenne akkor úgymond az utolsó kaptár, hogy lent megnézzük. Azt mondom, lent itt nézzük meg, itt ebbe az irányba. Erre esetleg milyen kaptár, vagy itt mi van? Mert itt ez a kapaszkodó, igaz? Jó. És akkor nem is volt, nem is volt az ilyen túl hosszú, mert itt van. Már is megvagyunk. Ezzel a pályával. Ja, nem túlozták el, úgy tűnik. Nem túlozták el a Construction Site 2-t. Már oda is elmegyek. Ja. Ha még ott is. Habár az lehet fentről kell leereszkedni ide. Aj, itt van már. Kedvencünk. Ez az. Ja. Annak annyi. Ja, oké, kapaszkodó. Ott a lift. De a lifthez... ugye még ezt... Mission complete! Ide akkor átrepülünk. Jó! És akkor... exit elevator. Mert az gyors volt. Oké, gyors küldi. Nincs ezzel gond. Jó van. Kicsit akkor kibővítették, azt mondták, hogy na ezt tegyük bele a 2-es számú pályát. Vagy pedig menjen tovább a sztori. Lehet, hogy amikor ugye kész volt az egész játék, azt mondták, hogy na, akkor ide még szúrjunk be kettőt, mert kicsit olyasmi érzése van itt így. Ebből nekem kicsit olyasmi érzésem van, hogy akkor tegyük még be ide. Nekem legalábbis. Hoppá. Nekem ilyesmi érzésem van ebből. Nem rossz érzés, mert ugye ezzel is bővítették ugye a tartalmat. Ugye, hogy mennyi időt tudunk játszani ezzel a játékkal. Habár mostanában mondjuk hallok ilyen, meg olvasok ilyen cikkeket, hogy most már nem az a lényeg, hogy mennyi
ideig tart egy játék, hanem az a lényeg, hogy amennyi ideig tartott, az élvezetes volt-e. És akkor emiatt ugye most már jobbak, vagy nem az, hogy jobbak, hanem hogy jobban elfogadottabb például mondjuk a The Order 1886, vagy mi volt annak a neve? Hogy az valami 5-6 órás játék volt PS4 kezdetén, amikor megjelent, ha jól emlékszem. És akkor azt mondták, hogy jó, hát ez mi ez, ennyiért ennyi pénzt kiadni? Tehát ugye aznál ez volt a visszhang. De most meg visszatérnek rá, és azt mondják, hogy jó, ez egy kompakt játék, rendben van, nem olyan hosszú, de jó az. Tehát hogy most már nincs belőle úgy gond. És hát én is így gondolkozok, hogy hát igen, hogyha most kiadok 10.000 forintot és 10 óra, akkor úgymond 1 óra az 1.000-es volt, de mondjuk 30 órás, csak aztán jönnek olyanok, mint a Valhallák, és akkor vakarom a fejemet, hogy úristen, mikor folyadom, ez befejezni. Jó, még nem játszottam meg ilyesmit, tehát hogy nem, csak hogy amit hallok róla, hogy te, most a Valhalla, az nagyon durva. Menjünk vissza a Power Stationre. Ja, és már ki is jöttünk, jó. Ki is rakott minket a játék, és megyünk a Power Stationre, akkor gondolom a pálya neve Power Station. Hoppa, hoppa. Ki lehet választani, hogy Strip Mine, Lumber Mill, vagy Strip Mine 2. Mert nem a Power Station 2-ről volt, szóval, hogy... Ha itt találkozunk, az emberek majd azt gondolják, hogy... problem. That'll just be you and me, baby. Starting civilization all over again. Újra kezdik a civilizációt! Nagy, nagy nő csábász! I suppose you're ready for a real toy, if you've got the fur for it. Mit kapunk? That's an ultrasonic attachment. Ultrasonic attachment? Experimental. Kísérleti? Experimental. Ooh, I like the sound of that. Hey, watch where you point that thing. I don't actually know what it does. It's in good hands, baby. Jó kezekben van. Baby, extrém rovarfertőzés, Strip Mine 2-es pálya. És akkor megvan. Zöld. Tűz. Ujj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 
ennek a csajozó stílusát. Na nézzük. Oh, a Queen! A csalit nem fogja be, ezért jössz te, mert te leszel a csali. 30 darab lila cokmók, hát ebből már párat legyőztünk. Ez a Strip Mine 2, 70 tojás, 81! 21 ellenfél. Ó, na persze! Na jó. Akkor használjuk ezt. És mi van, hogyha azzal a bombával, vagy hát gránát, vagy az hogy nevezzük ezt? Ezzel mi újság? Ezzel is megy. Csak akkor robbant egyet még lent. Jó, jó, érdekes. Érdekes amúgy. Érdekes. Na jó, majd meglátjuk, hogy kire vagy mire, vagy hogy kell használni. Maradunk a tűznél, én azt mondom. Hadd szóljon a tűz. Mint annyi mindenkinek. De 30 olyat elérni, vagy ilyet. Tehát elhelyezni is milyen nehéz, ne? Vagy, ha, várja, lehet, hogy erre kell az a bomba. Aha! És ott van. Ha arra lára, lövök egy ilyet. Nincs vége. Tehát akkor ez kb. Ilyen falakra, jó csak. Ez pedig így robban. Ez nem volt sok. Már egy... De innen jönnek ki. Hát jó, 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 hát akkor... Akkor úgy lesz, hogy... ezt a harmadikat ugye falak le... bontására használjuk, illetve hát ennyi, mert szerintem a tüzes az magasabbra dobbant fel minket, hogyha ugye így kell nekünk menni. Szóval én azt mondom, hogy látunk ilyen falat, lövünk egy robbantót és megyünk vissza, mert nem látom még, hogy ugye az ellenfeleket mennyire győzi le jobban, mint ez a tüzes. Szerintem nem jobban, mint a tüzes. Szerintem nem.
Na meglátjuk. Minden esetre ez a 29 nekem nagy számnak tűnik, vagy így a 30 volt eredetileg, hogy most ezt olyan gyorsan, ez már egy hosszabb pályának érződik. Tehát Stripmine 2, ez igaz, hogy ez a neve ennek a... ennek a pályának, úgy mint a Construction Site 2, és az egy jó kis egyszerű, kis kompakt, nagyszerű pálya volt. De ez a pálya... lehet nagyszerű és jó pálya, de úgy érződik, ez azért hosszabb lesz, hogyha ezt a 29-et valóban szétszórva egyesével ugye nekünk le kell győzögetni. Oda át tudunk jutni, vagy ez most komoly? Hát akkor ez egy próba. Uff, jó van. Hát azért így fordulok egyet, táncolok, aztán kész. Úgyhogy, ja. Oké. Még egy. Már hányszor kell még. Nézed. Mondjuk, kísérleti vérengzés? Semmi sincs meg egyszerre három bogarat egy bombával. Mondjuk ez összejött. Tehát mondjuk az jó. Hogyha sok van, lehet akkor oda kell robbantani egyet. Ja, oda is. Annyi neki. Várjál, még lehet lesz haszna. A nagyobb bogarakra nem vagyok biztos, hogy úgy működik, mert erre próbáltam, és erre nem működött. Ide, ha beküldök egyet. Na, hármat minimum. Hármat minimum legyőz. Úgyhogy ha, tehát mondjuk ilyen indító támadásnak érzem ezt, hogyha még ugye nincsen ez a felfedezés, hogy jönnek rád, vagy... igazából akkor is jó lehet. Hát, ki kell próbálni, igen, mindig ez van az ilyen új kísérleti fegyverekkel, ahogy mondta Tana, vagy hogy is hívják, az mondta a hölgyemé. Az tényleg ki kell próbálni. Jó. Na és itt akkor két irányba tudunk menni, nem? Ott van, ott az az irány úgymond zárt. Ja. És aztán ennyi volt. Oké. Ja, a másik irány a fő irány, úgyhogy oda megyünk. A zöldeket, ugye az üzemanyagot azt dobálja a játék, és ennek örülök. Ez jó, hogy ezt adja rendesen. És nem kell keresgélnének szenvedni vele, hogy na hol van, hogy menjünk tovább. Hoppa, ott is a falon keresztül adott. Köszi. Az is egy zsákutca, de ott hogy jövök akkor vissza? Hát ezt így nem. Várjál, csak a, lehet, hogy a zölde. Vissza. Ájjajjajja! Na így, erről beszéltem, hogy az a 30, az sok. Ha így van, easy. 27-ről... lemegy. Elfogyott. Az az egy van mi? 27-ről... 14-re. Tehát akkor igazából nem lett volna muszáj 30-at kiírni. Nem, ide is csak egyet teszel, de hát jó, ahogy gondolják. Tehát most 27-re 14, hát itt volt egy 13-as akkor. Jó van. Jó, akkor most vagy visszafelé kell menni, vagy pedig erre a kis továbbhaladási lehetőség. Ez az. Ajajaj, bizony az. Még volt. Lift. Ja nem. Várjál, mert itt van egy pár tojás is. És pár 43 ellenfél már legyőzve. Hát ott már nem is vesszük észre. Úgy, mint a játék elején tudod egyesével legyőzögetni. Hát idézőjelesen szenvedni a kis légycsapóval. Hát igen, most már csak úgy dobáljuk őket. Győzzük lefelé pikpak. Arra már gondolom nem kell akkor felugorni. Nézzünk szét mindkét irányba. Fent az a piros, az csak egy részjelző. De mielőtt tovább megyek, ide kiugrok. Azt mondom, hogy remélhetőleg ugye a fő út az arra ott úgy tovább.
mi pedig jövünk, és akkor itt pucolunk egyet. Lehet mégis ez is, lehet mégis olyan rövidebb lesz ez a pálya, mint a Construction Site 2. És hát én ugye elfogadom a hosszabb, rövidebb, nekem mindegy, csak hogy a szám alapján ugye így akkor most már erre tudunk következtetni. Ezek a kicsiket, ezeket egyből el lehet, a másikra azért érdemes egy tüzes rovarírtást tenni. 4-re csökkentünk. Jó, megvan az összes. Áj, még itt van egy drága kő. Gold Gem. 57. Jó. Rendben. Láttunk egyet még szembe, és 3 lesz még. Hát szerintem olyan nagy szoba, mint ami itt volt, ilyenek már nem lesznek. De hát sose tudni, igazából. Jó. Kész. 61. Tojás már itt nem nagyon. Hát ezt nem jól céloztam. Baj. Legyőztük. 2. Hoppá. Ahol meg lesz ez pikpak. Júj. Jön elő ki. Na, leesett itt minden. Feljöttek a cokmókok. Hát remélem. Leestek dolgok, de hát úgyis vissza kell lesz majd térnie. Na, ez jó. Úgyis vissza kell lesz térni majd tojás gyűjteményért. Következő, úgy két ilyen. Na itt van a idézőjeles zsák utca. Hát igen, mindig ezt nézzük, hát nem csak platformer, minden játékokban. Hol lehet tovább haladni a sztori szerint? Na oda nem megyek, megnézzük a másik útvonalat. A Dead Space-ben volt ez nagyon jó, mert ugye ott úgy megnyomtunk egy gombot, ő meg elővett egy ilyen készüléket, és akkor így egy csík mutatta, hogy merre kell menni a sztori szerint. Én meg arra kell menni? Jó, én erre arra emlékszem, a Dead Space az egy kiváló horror játék volt, vagy szerintem még most is. A remake-kel nem játszottam, csak a 1-2-vel, meg a 3-mal azt a csatornán láthattátok, aki már régebb óta játszik vele. Régebb óta játszik a csatornában, vagy nem tudom, ezt hogy gondoltam. Díszes tojások őrzője? 500 precursor? Most már vissza se kell térnem. Tehát elvileg most már, ha befejezem a játékot, és figyelek az ilyen további, hát hogyha vannak még ilyen egyéb trófeák, nem tudom, hogy csak sztoris trófea van-e még, de akkor már platináztam. Én azért végigjátszanám ugye teljesen, hogy be tudjam mutatni az esetleges különbséget, vagy esetleges bónuszt, amit ugye hoz nekünk a 100%-os befejezés. De akkor mi késznek mondható, ugye, a tojásgyűjtés. Okay, de azért még szétnéz, papátok, látod, azért még szétnézek. Azért még szétnézek, jól van, ne aggódjatok. Ezt nézd meg, milyen szépen majd, de szépen gyűjtögetek! Hát igen. Ezt szeretem én. Hadd szóljon a játék. Gyűjtögetés. Megszerezzük a dolgokat. Mindig jól néz ki a 100%-os teljesítés, vagy hogyha van valami hely, ugye, hát a Crash-re térek megint vissza, hogy a Crash-nél ugye ott bemész a szobába és nézed, hogy nálad vannak, megszerezted, a statisztikát látod, ennyi meg ennyi van meg, ez mindig jó látni. Hát az mindig jó érzés. Vissza kijöttünk. Hol az utcsó? Egyet elhagytam. Ne tedd ezt velem, játék, adjál már még egyet. Most olyan, mintha úgy jöttünk volna vissza ki, hogy...
Egyet kihagytam valahol. Egyet valahol elhagytam. Oda fel tudok én egyet? Nézd. Egyet valahol kihagytam. Mert már itt van a bányász bátyja. De így ezt megérdemeltem. Fú, habár. Ha erre jövök... Aha, jó. Ne aggodalmaskodjak. Na. Ne aggodalmaskodjak. Vissza kell menni valamiért, az ugye kellemetlen kicsit, hogy na mehetek vissza. Meg az egy dolog, visszamegyek én. Csak nem tudom, hogy hol hagytam. Az már a gond. Mission complete. Menjünk, beszéljünk. 69... Na ezt hagytam itt! 69-70! Szép munka, ezzel most már a királynő az úton van. Most már csak le kell győzni. Ne győzzük le az a boss. Vagy arra mentem én. Várjál, ez a... Na, nézem. Lift. Na, nézzük. Akkor a királynőt legyőz. Eddig kigyőztünk le, azt ne kérdezd, mert volt már egy boss. Ezek után... Jön a kettő. Várja, hadd nézzem, hogy hívták. Hogy hívták. Jött, már itt volt. High Queen 1. Most tudod ki? Készítsd az ajkaidat. High Queen 2. Nem igaz, hogy az lesz. De úgy meg az lesz, hogy tud ilyen. Erre adja még egy töltést. Vigyázzak magamra! Győzzük le! Na és melyik a Queen? Az? Várja, oda beküldök akkor egy bombát. Fúj! Mi ez? Ez már a High Queen 2. Szerintem maradok a tüzesnél. Hogy ez nem is fogyaszt annyit ugye, mint az a bombás. És akkor most ez ennyi volt, vagy most mi van itt? Ez most mi ez amúgy? Ez a High Queen. Hármat kilök és ennyi. Négyet. Nem, azért az első boss az azért extra. Most nem akarok leszólni, vagy valami, de... Ide csapunk egyet ennek a fenéknek, és... Na jó, jön már! Nehogy beletedd a fené... Fúj! Fúj! De furcsa ez az egész! Fúj! De furcsa vagy! Na jó, legalább a boss már itt van! Kaptál már... Bújújújúj! Na várjál, ezt jöjjünk föl! Oda lehet most már pörkölni, vagy... Mi? Hogy van ez a támadás? Ja, vagy lehet, hogy ezzel kell támadni? Az élete nem ment lentebb. De fáj a feje. Ja, most kell még oda csípni a... Hát ez még... Hát igen. Úgy, mint az első boss egy kis... idézőjeles magyarázatot, kis tapasztalatot igényel. Igen. Oda lőttünk egy ilyet, és utána tűz, nem, utána még egy bomba. Aha, bomba az jelzette sebzést. Egy sebzés az semmi, úgyhogy szerintem akkor ezzel a bombákkal kell operálni. Tehát oda jövünk, egy bomba támadó, elszédül, még egy bomba támadó, egy élet. És ezt kell folytatni addig, ameddig van üzemanyag. Utána meg feltöltjük az üzemanyagot, és támadunk újra. Ez ennyi lesz. Egy. Föl. Jó. És akkor megy, ott megy lefele az élete. Hát ez így. Így nem valami. Hoppá. Hoppá! Ez most már nem valami? Hát beleszóltam. Minek kellett megszólani egy HP-val?
Hát igen, még ugye oda-vissza. Hó, hova mászol? Micsi! Ez nem jó. Az nem jó. Oh, az nem jó! Csip! Kis rakéták, vagy... És ha így lövöm. Aha, aha. Jó, jó, jó. Használni kell akkor, igen. Ugyanúgy folytatja a támadást. Nem. Megint az... Itt is lehetne valahogy támadni, akkor... Kétszer küld három rakétát. Lehet, hogy... Ilyenkor is oda kellene menni a... A bombalövővel? Lehet. Lehet amúgy. De ezzel meg attól ugyanúgy eltalál. Nem tudom azt kikerülni. Ilyen nincs. Második fázis az... Vagy hát az a fázis, amikor ugye a falra megy és küldi a rakétákat, még számomra nincs megfejtve. Az addigiak, addigi, az igen. Hát ugye itt repül az egyik felől a másikba, amíg túl közel megyek, fentről rám ér a rakétája. Már megint más csinál. Kicsi cauk-maukok is jönnek, már csak három életpontja van. Itt csak végig ezt a bombázót kell használni amúgy, azt tapasztalom. Mindegy, hogy mi van, mindegy, hogy ki jön. Csak a bombázót használ. Várja, még kell egy kis sebzés. Már elment. Nem baj, amikor középre jön, akkor tudjuk vissza lesebezni, addig nem szabad mással még úgy támadni. Most miért akad bedek? Ja, küldi még azokat is? Az kicsit spammelnem kellett, de... Muszáj volt. Most bevisszük, egy sebzés, még egy koptár elme! Legyőztük a királynőt. Strip mine-on belül. Hú, na csak sikerült. Ja. Nem volt ez rossz. Nem volt rossz. Jó, te meg itt... Back in business! Most már nincs királynő? Na jó, van akkor, ha nincs királynő, akkor... Köszönjük a játékot, befejezés. Az a Jack megmentése, az még mindig nincsen rendben. Szóval... Hát még mindig itt a jelzés. Nézzé már oda, most mi van ilyenkor? A jelzés ugyanott van, ahol én. Tehát, hogy... Én itt így bementem. Hát pedig... Ez volt a második boss, úgyhogy azt mondom, hogy... Ez így kész. Lehet akkor ott a portálnál jelent meg majd egy új pálya. De az az új pálya. És ha minden igaz, a játék lezárása. Következő és utolsó epizódban lesz a Dexter végigjátszásban. Ott találkozunk, minden jót!